Ó, ez egy cesspúlzos pálya, hogyha esetleg valaki nem tudja. Amikor nem tudom melyik patch volt, akkor bekerültek a cesspoolok, amiket eredetileg be akartak tenni valahova a játékba, csak aztán valamiért mégse tették, és ezért csak a Nephilim riftekben lehet megtalálni ezek a riftek, amikben most vagyunk. Remélem azt is egyébként, hogy valakinek kedvet adtam, hogy Diablo-val játszom, mert ez egy mocskosul jó játék, oké, egy picit drága, de hát az most elmész kétszer WC-t tisztítani a szomszédba, és már majdnem megvan. Még a kiegészítő nélkül is jó játék, bár azzal lesz igazából isteni, ez olyan, mint a Civilization-t játszani kiegészítő nélkül, Brave New World, vagy itt tudom, mi a kiegészítő neve, amiben a World Congress, meg ilyesmik vannak. Anélkül is egy mocskos új jó játék, de azzal kezdődik igazán el a dolog. Igazából tudjátok mit? Ez biztos, hogy egy rossz ötlet, de ki fogom tenni a Steam Library-met a videó leírásába, és megmondhatjátok, hogy milyen játékokkal szeretnétek, hogy játsszak. Valószínűleg azt fogom mondani ilyen 5-ből 4-re, hogy nem, 5-ből 3-ra azt fogom mondani, hogy ehhez biztos, hogy nem fogok játszani. Egyre azt fogom mondani, hogy hát nem tudom, meglátjuk. És egyre azt fogom mondani, hogy na, ebből lesz valami, és nem lesz belőle semmi. Úgyhogy... De ettől függetlenül megvan rá az esély, hogy... Ugye nyilván elsősorban olyan játékokkal fogok játszani, amit titeket érdekel. Nem az, ami engem is már 100 000-szer láttátok, bár azt is bevallom, nem túl sok mindennel játszok mostanában. Többek között. Na látjátok, ez egy nagyszerű téma, amiről most beszélgethetek veletek, de biztos senkit se fog érdekelni, viszont én imádok róla beszélni, úgyhogy mindenki erre kíváncsi. Én ebben biztos vagyok. Nem tudom, hogy mennyire beszéltem erről régen egyáltalán, mennyire emlékeztek rá valaha, hogy egy picit úgy konyítok a programozásra. Nem mondom, hogy értek hozzá, sem mondom, hogy amit értek benne, azt jól csinálom, de szeretek programozni. Korábban honlapokat csak, nem tudom, emlékeztek biztos a DQV-s, mit tudom én, kaland RPG MMO honlapra, amit csináltam, csak sose készült el. Játszható verzió van belőle természetesen, online lehet regisztrálni, kirakom a linket, ha akartok nyugodtan, én nagyon örülök, csak bugos mind a szar, és minden szinte befejezetlen rajta. Néha ki is fagy, néha be is fagy, úgyhogy minden problémája van. Viszont aztán elkezdtem újra csinálni. Méghozzá nem honlap formában, hanem ténylegesen egy programot. Ugyanis egyébként nem tudom, látjátok, aki esett ugyanaz a plán, ami az előbb. Nem ez valami más. Ez is egy bracer. Ez mi? Sprint. Ez ugyanaz. Miért nem stackeli? De furcsa, szetpleneket stackkel már csak azért, azt hiszem. Minden esetre... Szóval igen, az egyetemre elkezdtünk C-t tanulni, és... Hát tetszett egyébként, bevallom nektek, én azért kezdtem el honlapokat csinálni, mert a Java-t nem igazán konyítottam, hogy most mi a francot kéne csinálni, mi az, hogy switch, meg for, meg mi a tököm történik itt, mi ezek a funkciók, milyen visszatérési ér, mi az, hogy... Úgyhogy nem, de aztán természetesen megbarátkoztam ezekkel a fogalmakkal. Nagyon is, hogy úgy mondjam. Lényeg a lényeg, hogy már én régen elvesztettem a fonalat, hogy egyáltalán miről kerültünk ez a témához, szerintem ezt is megszoktátok. Viszont lehetséges, sőt igazából nagyon valószínű, hogy a közeljövőben, akár még mielőtt ez a videó kikerül, fogok csinálni egy kis videólogot, vagy több videólogot, hogy éppen hol tartok, hogyha nagyobb dolgok történnek. Például, mit tudom én, most a harcrendszeren dolgozok egyébként, de tök jó, nekem tetszik a koncepciója.
Az a lényeg, igazából tudjátok, mint elmesélek egy kicsit. Minden kisfiú MMORPG-t akar csinálni, úgyhogy én is MMORPG-t akarok csinálni. Na most... ilyen valós idejű 3D-s, nem, az annyira még nem értek azért hozzá, ne is nem ilyen komoly. Szép grafikája van, se törrajzolta egyébként le a kalappa, még jó régen. Viszont... ez az eredetileg honlap verziót akartam csak megcsinálni, hogy ugyanúgy szinte. Azóta már sok változás történt, de először majd ugyanúgy akartam megcsinálni, mint régen. És ezért ilyen tile map van, nem tudom, hogy ezt ki tudja, hogy mit jelent. Az a lényeg, hogy ilyen négyzetek, a ilyen négyzetrácsos a térkép, és azon tudsz mászkálni. Most annyi, hogy nem a VHSD-vel, hanem az egérrel, majd belerakom a VHSD-vel, és így lehessen mozogni, és ez nem téma. És akkor így a világban vannak ilyen dungeonök, ahova lehet tudsz menni. Most egy előre még csak az erdő van, és azon belül is az ork tábor, meg az orkoknak sincs grafikája, úgyhogy... de... nem ez a lényeg. Egyébként nagyon szívesen veszem, ha valaki akar nekem rajzolni. Akármilyen... tehát nekem most piros négyzetek vannak, amire rá van írva, hogy orki ijász, úgyhogy... akár csak átmenetileg is, de ha valaki rajzol, biztos így körülbelül, hogy bekerül neki, amit kell. Hogyha tényleg érdekel valakit, akkor írjon egy privát üzenetet, hogy részletezzem, hogy milyen minőség, meg milyen képarányban, meg ilyesmibe kell. Gondolom senki sem fog akarni nekem segíteni, de miért nem? Bekerülne a kreditsbe is. Hú, még ha keresünk belőle, még pénzt is kap. Jó sokára, tehát ilyen minimum 2 plusz minusz 5 év, attól függ, hogy mennyi időm van. De mindegy. És... no. Kezdjek el mesélni ténylegesen a dolgról. Egy MMORPG, ugye, tehát van egy karakteret, fejlesztetet, stb. De nem csináltam szinteket. Tehát nincs ilyen, hogy level up-olsz, és akkor azért fölhúzol a 3 STR-t. Hanem... minden karakter egy támadó és egy védekező traitje van. Egy offenzív és egy defenzív trait. Ezek ilyen képesség, mit tudom én. Pengés fegyverek, szúró fegyverek, tompa fegyverek és távolsági fegyverek. A balanszoláson kívül még majd mindjárt rátérek, hogy mi a különbség ezek között. Ugye különböző trétekhez különböző fegyverek illenek nyilvánvalóan, tehát vágó fegyverekhez kardok, szúró fegyverekhez tőrök, ráncsek, ilyesmi. És ugyanúgy van egy defenzív trét, az meg könnyű páncél, közepes páncél, nehéz páncél. Mágia sincs, azt sem akarok tenni a játékba, viszont vannak ugye statok, összesen van 4, nem vittem túlzásba, erőügyesség, ilyen bíróképesség, mit tudom én, hogy mi az endurance magyarul, és karizma. Az első 3 képessége van osztva, hogy mindegyik traitnek van egy elsődleges és egy másodlagos stat, ami hozzá tartozik, ezt abja meg, hogy azzal a traittel hogy állsz. Mindjárt elmagyarázom, miért a karizma, az meg gyakorlatilag szerencse, tehát az a pénz, hogy mennyire szeretnek az NPC-k, milyen árba tudsz dolgokat venni, mennyi XP-t kapsz bónuszba, meg hasonlók, hogy milyen gyorsan nőnek a skillek, na ezt most elmagyarázom. Tehát nincs szintlépés, de ugye nem lehet mindenki ugyanolyan, tehát ha játszol egy éve mondjuk a játékkal, és valaki csinál egy új accountot, ne legyen már olyan erős, a képességeket lehet szintet lépetni. Ez hasonló, tudjátok, vannak a játékokban ilyenek, hogy most pengés fegyverek 1/500-nál tartasz, amikor regisztrálsz, és akkor felhúzod, annál erősebb vagy, meg stb. Na most ez lesz itt úgymond a szintlépés gyökere. Tehát, hogy a statokat felhúzod, ez úgy történik, hogy csatázol, és elég gyorsan halad, és max 5000-ig felhúzhatod, és akkor a kettőnek az átlagából jön ki, hogy az a trait hogy áll, a hozzátartozó két stat átlagából, és így minél erősebb, annál jobb bónuszokat kapsz, már abból is skilleket és hasonlók. És... ha elmész egy dungeonbe, akkor például a pengés fegyverekkel, tehát felsorakoztat eléd maximum 6 szörnyet, attól függ, hogy milyen nehézségű dungeonbe vagy, ezt te szabod meg, hogy milyen bemész be, 1-től 100-ig beállítod, és akkor olyanba mész, meg a méretét is, hogy mekkora dungeont akarsz. Aztán...
bemész, és akkor hát ugye lehet találsz kincset, vagy egy üres szoba, vagy akármi. Viszont, hogyha szörnyekkel találkozol, akkor 6 darabot felsorakoztat, két sorban, 3-3, hátra kerülnek úgy értelmszerűen az íjászok, nem ütheted őket, amíg nem győződ le az előtte lévő szörnyet, kivéve, hogyha íjász vagy, mert akkor megteheted, hogyha odalősz. Na már most, pengés fegyverekkel így húzogatod a kurzort jobbra-balra, és akkor vágsz. Tehát ilyen vágások vannak, nagyon menő, az már készen van. A tompa fegyverekkel lenyomva tartod a kurzort valahol, és akkor először csak odaütsz, ugye, mit tudom én, milyen rádiuszba körülötted, egy körbe körülötted, és minél tovább lenyomva tartod, annál nagyobb ez a rádiusz, annál nagyobbat ütsz, tehát lehet, hogy egyszerre 2 mobot, 3 mobot, 4 mobot eltalálsz. Aztán a szúrófegyverekkel ugyanígy egyszer nyomsz, akkor egy ellenséget megszúrsz, és akkor minél tovább nyomva tartod, annál többet és nagyobbat sebzel rá. Egyébként a vágás is minél szélesebb, annál erősebb lesz, és minél nagyobb a rádiusz a tompa fegyvereknél, annál nagyobb a sebzés. És a lőfegyvereknél még lenyomva tartod, akkor ugyanígy erősödik, és ugye a hátsó sorba is lőhetsz velük. Ez az alapkoncepció. Ha valakinek tetszik az ötlet, nyugodtan írja rá, ha módosítani kéne valamit, nyugodtan írjátok rá. Ez tényleg még nincs szinte semmi kész belőle, éppen ezen dolgozok most. Aztán lesznek még ilyen városok, meg céhek, meg úristen. Van egy csomó ötletem, mert hozzá nagyon hosszú koncepciós posztokat írtam tényleg, hogyha valaki egyébként kíváncsi rá, akkor valahogy eljuttatom neki ezeket, akár segíthettek is tényleg. Én még azt is örülök, hogyha valaki programozni segít kisebb dolgokat. Viszont most már 3/4 órája veszek föl, ezt 3 részbe fogom talán felvágni, ez itt a kedvenc izeim egyébként, mindenki ugyanúgy fekszik, és mindenkinek oda visz egy italt, a feje felé tartja, adjak neked, nem kapsz meg, jó, hogy úszta magadtól. It hurts, ja, itt tudom, hogy fáj. No, minden esetre foglaljuk össze még egyszer, hogy mi történt az elmúlt 3 videóban, amiből lehet, hogy nem is tudom hány lesz, vagy hogy töltöm föl, vagy hasonlók. Lehetséges, hogyha tényleg időm adódik rá, és lehetőségem is hasonlók, akkor lesz a következő szezonban, fővéve, hogy Diablo. Kilistázom a játékokat, választhatok, hogy minek örülnétek. De én már annak is örülni fogok egyébként, ha a Diablo-ra lesz időm. Tehát, hogyha egy valamit csinálok, lehet, hogy a másikból fogja elvenni az időt, ha egyáltalán lesz belőle akármi. Ha gondoljátok, segítsetek a kis projektemben, én nagyon hálás lennék. Egyáltalán meséljétek el, hogy mi van magatokkal, mi történt a nyáron. Úgyhogy nem is tudom, hogy köszöntem el régen, úgyhogy sziasztok!